Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! A Detektor TV jelentkezik a 2013-as gulyatáborból. Műsorvezető társam Ábel Nikivel. Én pedig Pál Lúci Alexandra vagyok. Körülbelül 2 órával ezelőtt kezdetét vette a 2013-as gulyatábor itt az Egyetem téri kampuszon. A gulyák folyamatosan érkeznek, a délutáni órákra pedig már véget ér a regisztráció és a beköltözés is. A tábor előkészületeiről, a gulyatábor hagyományairól és még sok más érdekességről hallhatnak a következő fél órában. Vendégeink lesznek Jávor András, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, Bognár István és Vincei Éva, aki Bognár Istvánnal együtt DEHÖK alelnökök. A Debreceni Egyetem jelen pillanatban az ország legnagyobb egyeteme, de most évek óta már az ELTE az, amelyik vezető a felvételi számokban. Az idén is az ELTE-re vették fel a legtöbb hallgatót, és a második, harmadik évek óta szinte azt lehet mondani, hogy mindig holtversenyben vagy orrhossza a Szegedi Tudományegyetem, illetve a Debreceni Egyetem. Az idén a általános eljárásban 6118 hallgatót vettünk fel. Ez a számhoz még hozzájönnek a külföldiek, akik soha nem látott létszámmal jelentkeztek az idén. Minden meghalad az a szám, amit vártunk, és még a doktorandusz hallgatók felvétele is a sorra kerül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 8 és 9 ezer között, inkább közelebb a 8 ezerhez lesz az a hallgatói létszám, aki megkezdi a tanulmányait a Debrecen Egyetem 15 karán. Gondolom várakozik, nagy várakozással van mindenki az után, hogy megkezdje a tanulmányait a Debreceni Egyetemen, és ez egy kitűnő antré, egy kitűnő belépő a gólyatábor. Én ahogy tájékozódtam a HÖK vezetőitől, nagyon érdekes, színvonalas és kimerítő lesz a program. Mennyire sűrűn látogat el a gólyatáborba? Vannak-e esetleg tapasztalatai? Korábban mi szinte minden gólyatáborban megjelentünk. Némi kis instrukciót adtunk azokban az időszakokban, amikor vevők voltak erre a hallgatók. Nyilvánvalóan ezek nem az esti órák, hanem a délelőtti foglalkozások, hiszen azért azt tudni kell, hogy ez a felvételi, ez egy évre szól, és egy év után változtatnak a feltételek. Akár úgy is, hogy a állami ösztöndíjasból valaki kikerül és önköltségessé válik, de lehet egy másik variáció is, hogy megfordul majd a helyzet, és állami támogatottá válik, vagy állami ösztöndíjas a hallgatók. Ezen kívül felszoktuk hívni a figyelmet arra, hogy az a hallgatói létszám, aki még nem rendelkezik nyelvvizsgával, és ez is elég magas, mert körülbelül 48% nem rendelkezik nyelvvizsgával, hogy kezdjen neki a tanulásnak, mert 3 év az gyorsan elrepül, és akkor fog szembesülni, hogy hiába tanult, hiába volt sikeres a egyetemi tanulmánya, nem fog diplomát tudni átvenni, csak majd egy hosszú szívós küzdelem után sose lesz lehetősége munka mellett olyan intenzitással tanulni, mintha kihasználná az egyetemen rejlő lehetőségét. Szeretettel köszöntöm az online TV nézőit, és benneteket is. Egy kis történeti áttekintést elmondanék előtte, tehát ez a 7. egyetemtéri gólyatábor a Debrecen Egyetem Hallgató Önkormányzatának a történetében. Alapvetően az ötlet az azért született meg, mert igyekeztünk egy olyan gólyatábort létrehozni a növekedő gólya létszámnak megfelelően, amelyik mind helyszínben és mind programban hozza azt a minőséget, amit a Debreceni Egyetemtől elvárnak. És hát itt 1253 kollégiumi férőhely van. Emellett itt található minden olyan oktatási épület és minden olyan intézmény, amit a gólyák majd az egyetem éveik alatt látogatni fognak, úgyhogy butaság lett volna nem kihasználni ezt a helyszínt, ezért jött az ötlet 7 évvel ezelőtt, hogy az Agrár Tudományi Centrum karjai és a Bölcsész Informatika kar együttesében itt szervezzük meg a gólyatábort. Hát a 7 év alatt kicsit kinőttük magunkat, tehát már idén 10 kar képviselteti majd magát ebben a gólyatáborban, 2 turnusban. Hát ennek az első turnusa kezdődött a mai nap. Hogyan zajlik ilyenkor a szervezés? Mennyire nehéz összeegyeztetni a programokat? Mint minden gólyatábor,
szervezése hosszadalmas és fárasztó munka. Jó 2-3 hónappal ezelőtt kezdődött el igazából ez az effektíve munka, sőt, az előző szemeszter végén kezdtük el a csapatvezetőknek a kiválasztásával. Ez is egy hosszadalmas procedúra, tehát igyekszünk olyan hallgatókat választani az elsősök mellé, akik tapasztaltak, át tudják adni azokat a megszerzett infókat, amik esetleg hasznosak lehetnek a gólyák számára. És hát ugye, ahogy haladunk az időben, vannak ilyen határidős feladatok, mint a fellépőknek a megrendelése, mert ilyenkor nyáron nagyon sok gólyatábor van ugye az ország több területén, és hát, hogy be is tudjunk férni, tudjunk is foglalni megfelelő fellépőket. Hát ilyenkor a célegyenesben pedig a legsürgetőbb a munka, tehát mind a regisztrációhoz és a mindennapi programokhoz ilyenkor készülnek el az utolsó simítások. Hányan vannak most a bölcsészkar, az informatikakar és a GFK gólyái idén? Van-e egyfajta növekedés ezekben a táborokban is? Jelenleg a táborban kb. 1400-an vagyunk, 1100 gólya, és megközelítőleg egy 300 csapatvezető. Ebből a gyermeknevelési felnőtt képzési kar, bölcsész, informatika és a hát az agrát leszámítva 530, kb. 530-550 gólya tartózkodik majd itt, ebben az elkövetkezendő egy hétben. Igyekszünk mindenféle igényt kielégíteni, több helyszínen fog zajlani az esti zenés-táncos mulatság, lesz elektronikai zene, és ugye koncertek, tehát folyamatos DJ is lesz alattuk. Neked milyen emlékeid vannak a gólyatáborról, amikor még te voltál gólya? Amikor még én voltam gólya, az volt az utolsó év, ami nem itt volt, tehát az teljesen más volt ehhez képest. Mondhatni, végigjártam a szamárlétrát, tehát teljesen más csapatvezetőként ez a munka, teljesen más szervezőként és teljesen más mondjuk főszervezőként vagy táborvezetőként. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, gólyaként is, én úgy gondolom, tehát mindenkinek csak ajánlani tudom, tehát hogyha most nézi fiatalabb középiskolai diák, neki csak azt tudom javasolni, hogy jöjjön mindenféleképpen gólyatáborba, mert ez az első olyan hét, az első olyan élmény, ami neki meg fogja határozni az egyetem éveit. Miben fejlődött a gólyatábor az úgy, hogy akár először te is részt vettél rajta, mint gólya, vagy mint csapatvezető? Hát most időrendi sorra, mert nem biztos, hogy be tudom tenni. Igyekszünk mindig egy kicsit innovatívak lenni, újat alkotni. Például idén, hogy megjelenünk így a sajtóval, hasonlóak, tehát hogy amikor 5 éves lett a gólyatábor, akkor jubileumra való tekintettel behoztuk például a tűzijáték ötletét, hát majd hogy fogja azt fogadni a Debrecen város lakossága, mennyire fog ez nagy hanggal járni, stb. Aztán végül is annyira jól sikerült, hogy amikor megjött ez a tűzijáték, akkor itt volt az összes kar, aki akkor részt vett a táborban, akkor még több helyszínen zajlott a gólyatábor, idén ugye mind a kettő turnus az itt lesz ezen a kampuszon. Tavalyig a Lovarda melletti kampuszon volt elszállásom a természettudományi kar a jogász és a közgazdász gólyatáborral együtt, és a tűzijáték idejére mindannyian átvonultunk ide. És az egy olyan közösségépítő hatást váltott ki, hogy nem szerettük volna elvetni azt sem, ezért hát így minden évben például a tűzjátékot azzal zárjuk a gólyatábort. Hát aztán ugye van fürdőzésre lehetőség az akvatikumban, tehát mindig valami újat próbálunk bevinni. Nagyon fontos momentum az, hogy a gólyák ugye megjelenjenek a gólyatáborban. Másodévesként van egy rendezvényünk, a felezés, harmadévesként pedig a sárgulás, és mind a három rendezvényen két fontos momentum van, úgymond hagyomány. Az egyik az éjszakai túra, amit nagyon fontosnak tartunk, egy csapatépítő jelleggel, a másik pedig a közös főzés a Veres Péter kollégium előtt. Idén is a gólyáinkat átvisszük a Böszörményi úti kampuszunk, és ott tartunk egy nagy közös főzést, ami szintén úgy gondoljuk, hogy nagy csapatépítő jelleggel hat a többiekre. Emellett megismerik a kampuszunkat is közben. Említetted ezeket a már kialakult, hagyományosnak tekinthető programokat. Történt-e esetleg valamiben változás, vagy fejlődött-e valamiben a tábor? Igen. Idén legelőször úgymond hagyomány teremtő jelleggel a Kossuth Tudományi Egyetem előtt fogjuk megtartani a közös borkóstolót. Ugye tavaly a BTK, az IK és a GFK-nak volt egy közös borkóstolója, idén becsatlakozunk mi is, úgyhogy
közel 1400-an fogunk egy nagy borkóstolót tartani a Kossuth előtt. Hogyan épül fel a táborotok? Miként választottátok ki azt, hogy kik vesznek részt a szervezésben például? Hát nálunk úgy működik, hogy a szolgálmi időszak után ugye meghirdetjük úgymond pályázatként, hogy lehet jelentkezni csoportvezetőnek. Körülbelül egy olyan másfél hónapot hagyunk arra, hogy beérkezzenek a jelentkezések. Ezután minden egyes emberke, úgymond, aki jelentkezett hozzánk csoportvezetőnek, egy minimum 10 perces beszélgetésen, elbeszélésen vesz részt, ahol különböző kérdéseket teszünk fel nekik, emellett ilyen gólyatábori szituációkat játszottunk el velük, és próbáljuk ugye először is szóban ugye az elmondottak alapján eldönteni, hogy alkalmas-e arra. Másodszor pedig ugye most körülbelül két héttel ezelőtt voltunk csapatépítőn Tiszafüreden, és ugye ott is figyeljük, hogy ők hogy viselkednek az adott helyzetekben, és az alapján próbáljuk eldönteni, hogy akkor tényleg alkalmasak-e vagy nem. Lehetőleg mindig próbálunk annyi embert felmenni, aki tényleg szükséges arra, hogy itt a táborban részt vegyen, de hogyha a muszáj, akkor ugye a csapatépítők után meg szoktunk válni olyan emberektől, akik nem alkalmasak arra, hogy csapatvezetők legyenek. Próbáljuk ugye kiszűrni, hogy ki az, aki nem alkalmas, ki az, aki alkalmas, de úgymond eddig mindig sikerült olyan embereket választanunk, akik tényleg helytállnak a feladatnak. Ki lehet jó csapatvezető, milyen személyiségjegyek kellenek egy jó csapatvezetőnek? Hát nagyon fontos az, hogy közvetlen segítőkész legyen, úgymond itt az a feladat, hogy mindent megtegyen a gólyákért. Ha kell, akkor az anyukájuk, apukájuk legyen itt a tábor ideje alatt. Tényleg én úgy gondolom, hogy ez a kettő az, ami a legfontosabb, hogy segítőkész, és ugye tudjon mit kezdeni az adott helyzetekben a gólyákkal. Ha rosszul érzi magát, akkor derítse kedve, ha anya hiányzik, akkor legyen apa, ha apa hiányzik, akkor legyen apa, és megtegyen mindent annak érdekében, hogy jól érezze magát a gólyatáborban. Mennyire nehéz megszervezni egyébként a gólyatábort, mennyire stresszes esetleg a megszervezés ennek az egésznek? Hát én úgy gondolom, hogy stresszes, nagyon sok idő kell hozzá, de szerencsére már kezd kialakulni bennünk az a rutin, hogy tudjuk, hogy akkor két hónap a tábor előtt ezt kell csinálni, egy hónappal ezt, egy héttel ezt, de próbálunk belejönni. Mindig vannak ugye kisebb-nagyobb fennakadások, amiket ugye megoldunk, mire a tábor következik, de kell idő. Tehát ez nem egy egyhetes munka, főleg, hogy egy ekkora táborról beszélünk. Idén 520 gólyánk van, ehhez pedig körülbelül olyan 90, pontosan 86 csoportvezetőnk van szervezőkkel együtt. Mi nagyon örülünk neki, nagyon meg is lepődtünk, hogy 120 gólyával több van. Nem fordult még elő az, hogy az 1-es és a 2-es kollégiumot teljesen feltöltöttük volna, de idén is sikerült. Ugye az Agrártudományi Egyetem egy külön kampuszon van, tehát az egyetemtéri kampusztól elkülönülve. Ez mennyire nehezíti meg mondjuk a kapcsolattartást vagy a kapcsolatépítést mondjuk az itteni kampusszal? Én nem látom problémáját, igazából arról beszélünk, hogy egy 10 perces séta, de ugye itt próbáljuk azt, hogy mind a bölcsész, az informatikus és ugye a GFK-s gólyákkal megismerjék egymást a mi gólyáink. De szerveztünk az ottani kampuszra is programokat, ugye beiratkozás előtt mind a két karnak van úgymond egy agrárismereti túra, hogyha első nap oda kerülnek és valaki azt mondja nekik, hogy enni épület, akkor legyen fogalmuk arról, hogy akkor hova is kell menni. Korábbiakban volt az, hogy itt az Élettudományi Központban az agrárosoknak volt órája, ez ugye visszakerült a Böszörményi kampuszra, de én fontosnak tartom azt, hogy ezt a kampuszt is ismerjék, és örülök annak amúgy, hogy itt vannak a gólyáink a gólyatáborban. Van olyan gólyatábori élményed, amire szívesen emlékszel vissza esetleg? Hát én 2009-ben voltam gólya. Nekem ez a két dolog, ugye, amit felsoroltam, az éjszakai túra és a főzés, az mind a kettő nagyon megmaradt bennem, úgyhogy ezért is tartjuk ilyen fontosnak, mert ezek mind csapatépítő jelleggel történnek, és én egyáltalán nem bántam, sőt nagyon örülök annak, hogy eljöttem annak idején, mint gólya, és azért tartjuk ennyire fontosnak azt, hogy minél jobban érezzék magukat, mert itt megismerik a csoporttársaikat. Törekszünk arra, hogy olyan csoportokat hozzunk létre, akik a saját csoporttársaikkal vannak együtt, tehát mondom azt, hogy a mezőgazdasági mérnököket, három mezőgazdasági mérnök csoportunk van, és őket berakjuk egy csoportba. Rendben, köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük a kedves nézőknek a figyelmet. Tartsatok velünk holnap is, 11 órától élőben jelentkezik majd a Detektor TV innen a 2013-as gólyatáborból. Sziasztok!